Éjjel-nappal foci. 13. alkalommal 9 csapat és több mint 100 játékos részvételével kezdődött el a 24 órás foci csütörtök délben a Batthyány Lajos gimnáziumban. A kezdőrúgást Dénes Sándor polgármester végezte el, nem véletlenül. A maratoni focikupa a hagyományok a szíven a városnapi ünnepséghez kapcsolódik. A szervezők idén is izgalmas mérkőzésekre számítanak, annak pedig kifejezetten örülnek, hogy hosszú idő után ismét pályára lépett egy lánycsapat. A lebonyolítás az olyan, hogy az utolsó pillanatokig gyakorlatilag tartogat izgalmakat. Nagyon kiegyenlített az idén a mezőny, több csapat is van, amelyik eséllyel pályázhat a döntőre, illetve az első hely megszerzésére. Úgyhogy ez mindig egyfajta adrenalin, egyfajta megmutassam azt, hogy én fizikálisan mire vagyok képes, és hála Istennek több mint 10 éve erre van kereslet, mert ez a diákok nélkül igazán nem működne, és ezért nagyon hálások vagyunk nekik, úgyhogy talán ez a kettő, és azt azért mondjuk meg, hogy ez egy jó buli.